A borongos idő ellenére is számos érdeklődő látogatott ki az immár 17. alkalommal megrendezett mai Rákóczi napra. A festői kamaduli remetesség belső udvarán a Rákóczi induló és a himnusz hangjaival vette kezdetét a már hagyományos, nemzetközi magyar-magyar találkozó. A Krasznahorka büszke vára című nótát a felvidéki nagykértelepülés tárogatósai fújták el. Ezt követően Vitéz Nagy Csaba, az Oroszlányi Rákóczi Szövetség, mint a rendező civil szervezet elnöke köszöntötte a megjelenteket. Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét Vitéz Nagy Roland szavalta el. Pap Péter, oroszlányváros alpolgármestere, és Cunyiné dr. Bertala Judit országgyűlési képviselő méltatta a civil szervezet által 1996-ban létrehozott kezdeményezést, mely mára komoly helyi értékként nőtte ki magát. Dr. Posgai Imre professzor Rákóczi szabadságharc és 1956 történelmi példáival hitelesítette gondolatait a nemzeti összetartozás kapcsán. A felvidéki magyarság sors küldetését példázta Kassai Gyula lévai református lelkész a bibliai Izsák egyik történetével. Dr. Kovács János a Borsodabaúj-Zemplén megyei önkormányzat főjegyzője megyéje üdvözletét hozta el Majkra, valamint beszámolt Rákóczihoz kötődő tevékenységükről. Az ünnepség kulturális műsorában indulók és hazafias dalokból álló zenei blokkot adott elő a Royal Brass Band, valamint világi, egyházi és kuruc dalokat adott elő a Csákvári Harangvirág dalkör. A megemlékezést az egykori templomtorony falán elhelyezett Rákóczi emléktábla koszorúzása, a székely himnusz és a szózat zárta. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Ponce Danubí, Crossing Borders by Information in the Ponce Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika. -Slovenská republika. Az elkészült műsor az Információval a határon át a Ponszdanubí régióban Crossing Borders by Information in the Pons Danubi Border Region című projekt részeként a Magyarország-szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.